Kárpáti Tamás festményeit nézve a hithez, a reményhez és a valóságon túli világhoz érkezünk. Kiállításán a Forrás Galériában jártunk. Hogyan kell megközelíteni a Kárpáti Tamás festőművészetét? Lehet könnyen is, meg nehezen is. Könnyen lehet azért, mert tulajdonképpen egy hagyományos művészeti kifejezés, több évszázados vagy több évezredes műformákkal találkozunk, hagyományos táblaképekkel. Csak azért nehezen, mert ezek mögött a figurális ábrázolások mögött nagyon furcsa és mély tartalmak rejteznek. Én ugye lélekkel dolgozom, az pedig szavakkal nagyon nehezen követhető, vagy elmondható, hogy mi. Én úgy dolgozom, hogy többet kapok a képtől, mint én adok. Tehát valójában én egy ilyen várakozó állásponton vagyok. Tehát én mindig úgy érzem, hogy a képeket kapom. Tehát rácsodálkozom. A képfestés az egy ilyen küzdés, hogy az embernek a tudata is, meg a lelke is dolgozik, és festi, de ugyanakkor a soha úgy 100% nem sikerül, ahogy azt a vonást szeretné meghúzni, vagy elfogadja azt a szint, azt a foltot, vagy korrigál rajta. És hogyha valami belső lelki kapcsolódás folytán elfogadja, akkor az úgy marad. Ez egy hagyományos, a keresztény képzőművészeti ikonográfiába illeszkedő témavilág és formai rendszer, amit viszont egy nagyon egyéni, karakteresen önálló formarendszerben és stílusban közvetít a művész. Mennyire tartja vallásos festészetnek az ön műveit? Hát abban az értelemben, hogy vallásos, tehát a hagyományos vallásos festészetre gondolva, én nem szeretek illusztratív, tehát nem szeretném a Bibliát illusztrálni, hanem, illetve illusztrálni, de a Bibliának a szentségét, a lelkiségétre törekszem, annak az illusztrálására. Tehát ami abszolút megfoghatatlan, tehát nem tárgyasul. Neki ez a válasza a világ kihívásaira. Az a válasza, hogy nem lehet egyértelmű kérdéseket megfogalmazni ma már, és ezekre nem lehet egyértelmű válaszokat adni, hogy semmi sem megfogható, és itt valóban nem is tapasztalati dolgokról van szó, hanem nagyon belső lelki dolgokról, viszonyokról, a lélek a világgal teremtett konfliktusáról. Kárpáti piktúrában a színek mellett tulajdonképpen a fényeknek van a másik nagyon fontos szerepe, ami tulajdonképpen a színekkel egyé olvadva teremti meg ezeknek a képeknek ezt a derengő atmoszféráját, és hogyha jól megnézzük, akkor állandóan a sötétség vív valami fajta küzdelmet, harcot a fényekkel. Ez a megoldás, a kilábalás a sötétből a világosba való emelkedés. Ott jön be az a fajta, vagy úgy érzem, hogy ott fejeződik ki talán az a szakrális, ami kicsit megfoghatatlanná teszi, vagy megközelíti azt a megfoghatatlant, amit szeretnék a képekkel.